Kekkel kezdünk. Úgyhogy Nem írtál át a játékot? köszönjük. Köszöntünk minden kedves nézőt. Ez itt a Pacolni a pokolban, alias Ride to Hell. És ahogy a címben is látjátok, hát a játék igaz 18-as, de hát amik benne vannak, amiatt nem tudjuk, hogy annak tekinthető-e. És ahogy hallhatjátok, vannak itt vendégek is, úgyhogy köszöntöm is Fejen 92-t, Jó napot kívánok mindenkinek! Dávidot, Üdv! és itt van Morgan is. Halló! Na. Sziasztok! Úgy tűnik, hogy időben érkeztem. Igen. Morgan olyan vagy, mint egy tag egyébként, hogy jó pár szóval szerepelsz. Igen, tehát Tiszteletbeli tag. és megint innen kezdünk. Jaj, de jó. És megint elővesszük a... És, na, és megint kezdünk a szokásos dolgokkal. Tehát nem lehet így mozogni, pedig én gyorsan váltani akarok fegyvert. Na. Igen, de tehát mennyire életszerű az, hogy bele kell így nem tudom mennyit csapkodni. Mindig. Milyen tartósok. Igen, tartósok, mint a vörös hajú rókába. Jaj, ne, eszembe jutott. Ne! De. Ez kurva jó, már ezzel kezdünk? Igen. Igen, és... Az igen. Igen, és ezért írtam ki a plusz 18-at. Ruhába, mert úgy a legjobb. Igen. Na. Mellesleg nem tudom, a Twitch-ről kellett valamit beállítani ilyenkor, hogyha 18-ast akar az ember. De elég csak kiírni a figyelmeztetést. Ezt nem tudom. Hát alapból 18 pluszos a csatorna, ja, úgyhogy... Jó. Na. Ez a másik, tehát... És megint átvált, értitek? De... És akkor megint futkározunk. Futkározol. Na baj, muszáj futni. Ha egyszer is megütnek, akkor visszavertük közel a koncoba. De az ebetűkkel nem fogunk szórakozni. Ahogy nem tudom, egy sév salátát csinál az ellenfélből, de ahhoz is kell legalább 6 ütés. Jó kis bolgár sopszka saláta. És jön még egy. Itt van Jason. Meg Lagzek, a cseten. Ó, itt egy Lagzek is, szia! Üdv! Igen, látod? Erre jöttél fel! De ugye, hogy milyen gyönyörű jelenetek voltak ezek? Tehát, hogy ja, mennyire ruhába, életszerűek. Megint Jason Voorhees-t akarod nagyon ütni. Igen, na szedjünk fel a mindent, amit lehet. 26. Mását. Igen, mert itt már vannak 8 millió. Mása? Ez orosz? Igen, Szása. Úgyhogy mindenki erre várt. Nagyon sokan szerették volna, hogy játszok ezzel a játékkal, és pénteken... Köszönjük szépen, Dávid! Várjál csak. Szarjásünt. Miért? Megköszöntem neked, hogy... Az igaz. Tessék. Akkor csak egy fél sünt. Sonicot vagy Clyde-ot. És akkor ott egy kártya. Amúgy hála Istennek az ellenfelek amúgy elég retardok. Jaj, de jó ez a nézet. Az ellenség halálvágya az felülmúlhatatlan. Taktikáról nem igazán hallottak. Többször így bemennek de, eléd. De amúgy honnan lő? Valaki elmondaná nekem, honnan lőnek ezek? Ott egy ellenfél, ott egy ellenfél. Mekkora cheat ez? Azt látjátok, hogy a falon keresztül? Hát... Meg...
akkor a cheat. Van itt még valaki? Jó, azt látom. Pult meglepetés támadás. Innen jön oldalasan, de nem látom honnan. Egyébként csak közben megjegyzem, hogy a Ride to Hell-nek is szerkeszthető a nyelvi fája. Óha. Óha, akkor az jó. Ó, szia Dacom. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Most ébredtél? Azt írta, hogy jó reggelt. És azért kérdezem, igen. De értitek, hogy lehet ez? Nem hiszem el. És megint honnan kezdünk? Megint innen kezdünk. Ó, tényleg most kell 10 perc. Az jó. Ebből is látszik, nézzétek már meg, hogy mennyit üvele az ember. De hogy lehet, mert ilyen cipófejűre adnak egyébként valakihez? Akkor egy fél pillanat, addig megint nézhetitek ezt a jelenetet. Megint? Skip! Meg mindig. A cipófejű rednek cipővel lekezelve. Silent Hill, az igen. Na, visszatértem. Remélem mindenki megint élvezte ezeket a sorokat. Itt ez egy kitűnő elfoglaltság volt akkor éjszakára. Az. És jönnek a scriptelt ellenfelek. De az ember próbál valami taktikát kidolgozni. Megint csak az jutott eszembe, hogy Silent Hill egyből. Na, soha a büdös életben nem fog készülni meg. Sajnos. Azt a demo remake-et láttad belőle, amikor ilyen FPS-t csináltak belőle? A PT? Aha. Igen. De már az se érhető el a PlayStation Store-ból, meg sehol már se. Na. Az ember atomra. Próbálna az ember így valami taktikát kitalálni, de ez mint a Duncan McLeod, de ez nem igazán. Löhely lakó. Nem igazán tűnik úgy, hogy mondjuk elveszteni minden jövedelemforrásat, akkor a kuka lakóhegy lakó lenne. Az miért ugrott már, mikor megölted? Ja. Szeregessünk fel mindent, ami csak létezik. Minden annyira rajzfilmszerű, tehát ellenfelek így belendítik a karjaikat. Már az is viccesen néz ki. Na, kíváncsi vagyok, vajon megint bevagolás következik? Na, még azt a képet képzeld, Morgan, hogy így ilyen Looney Tunes-osan indulna a játék. Bejönne azzal az animációval, meg azzal a dallammal, hogy Ride to Hell Retribution. Meg a végén talán a kedves főszereplőnk így kiúran a dobból, mint a cucumalat, és akkor that's all, folks! Ez van, srácok, ja. A vicces lenne. Végül is az a játék maga egy önmagában egy vicc kategória. Hol vagy? Jó. Most ezt a kettő izét lecseréljük. Jó, van, én is tök hülye vagyok. Azért ez nem rossz. Mit csináltál ezúttal? Azt, hogy már... Ugye, még mielőtt feljöttem volna, egy másik videót néztem YouTube-on. Azért megállítottam, hogy a háttérbe letettem az ablakot. Aztán
azt nyitottam fel, és szüneteltet, hogy nyomtam teljes képernyőre. Ettem a kaját, azt nézem, nem történik semmi. Hanem basztus, ha miért a YouTube-ot nézem, a YouTube-t itt chat kéne. Épp. Én sem vagyok totál százas ma. Vagy már most te vagy pilledve. Tegnap jutam meg főleg. Ez az, hát jó, hát tegnap estél... Na megint itt van. Mi az? Te is most kettél? Neked is reggel van? Nem, amúgy. Én már 3 óra 14 perce fönn vagyok. Na, úgy tűnik, hogy eddig bagos ellenfelünk. Az igen, egyszerre, jé, de mik ezek a szellemek, értitek? Tehát, hogy... Az a baj, hogy joghurt kóma bezavar. Joghurt kóma? Excuse me, what? Megint ettem egy párat. Ez mennyi az a pár? 4. De picikéket. És ezt most nem kellett volna, vagy most mi van? Na hát lehet. Komolyan mondom, a következő születésnapod, amikor lesz, akkor rendeltetek neked egy tálcával. Meg én is. Legkitűnőbb ajándék lesz neked. Figyelj, szerintem akkor minden podcast-tap fog neked rendelni egy tálcával. Mit szólsz hozzá? Annyi nem kell, basszus! 5 tálca joghurt, az úgy hétvége alatt úgy, ha jó belehúzol, elfogytam. Még lehet, hogy ha szépen megkérem, még lehet Morgan is ad neked, csak hogy meglegye az egészséged. Lehet, hogy szólnom kellene Joey-nak, hogy jöjj, utazzon már Amerikából ide, aztán csinál egy food review-t a joghurtból, aztán nézze, beleöntöm az összeset. Add a How to Basic-nek akkor. Nem, a Nutellát, hogy a nő csinálta, hogy kiöntötte az egészet a hülye baromja, kirakta egy tányérra, és akkor az volt a lényeg, hogy kéz nélkül ette. Az igen. Jó. Oké, és akkor... hát, és hát, hogy mondjam, a végeredmény az nagyon... Fantörpikus. Gusztustalan lett. Hát, mi volt? Mit csináltál? Ez igen. Ez a raktárépet, ez nem létezik. Ez az egész egy anomália. What the hell? Hát nézd már a padlót, milyen izé kockás. És átmentem! Na jól van, ma hogy néz ez ki? Viszont... Nem ragadtál be véletlenül? Tehát most... Van nagy körökött ilyen... Szia Feri! Szia Feri! Szia Feri! Hello! De jó látni téged is. Na... Ugye Attila, hogy, ugye Attila milyen jó volt ezt látni? Hát esküszöm, mint a 2005-ös játékoknál ez a bagolás, tehát ez... És most nem fogsz tudni visszafele elmenni. Az lehet egyébként, hogy most csapdába szorította saját magát. Ja, úgyhogy megint kezdhetjük az elejéről, és akkor nézhetjük azt a fantasztikus jelenetet. Várjál, azért megpróbál, akkor majd skipperek. Vagy azért próbáljál kimenni a világból valahogy. Hát, ez beszorultál. Dörgölőzz a falhoz, háta való egyébként van egy luk. Igen, keressük már legyél még egy legyél macska. Igen, slag mintát. Azt így dörzsölt bele a falba. Mennyi lett a falon, mint a Harry Potterbe. De be lehet menni, vagy át lehet menni, vagy valami. Igen. Hát lehet igazatok van amúgy. Mondom, dörgölőzz a falhoz minden esetben, háta valahol átmész. Ja. Így menjél szorosan a fal mellett, és nyomd a falhoz a karaktert. Aha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 h
Mester. Ce. Ar. Cece. Ezt megint nyugodtan lehet az ipari hulladék kategóriába sorolni. Hát ezt egyértelműen. És
Amúgy jól sejtem, hogy... Igen. Az jól sejtem, hogy itt megint arról van szó egyébként, hogy volt egy alapkoncepció, ami így a fejekben hogy egész jó volt, és egyszerűen képtelenek voltak rendesen megvalósítani? Hát nem egy ilyet láttunk már. Simán meg lehet. Hát a D-Warban is a szoba, amit Rapido felfedezett. Lehet amúgy, hogy... Na most... Viszte voltál? És most az a azt Tomi fedezte föl. Megpróbálok megkeresni azt, hogy hol lehet itt kimenni. Na. Ebből jelenet lesz. Nem, valahogy kijutottam. Ne kérdezzétek. Igen, random. Jó, ezután bezavarunk egy sövény labirintusba, aztán hajrá. Hát ez mi? Tehát egyszerűen random C játékosok, hát az biztos, hogy így reagálnának erre. Itt még egy kártya. Jó, a rendőrök jönnek. Gyerekek? Rendőrök? Ez a játék, ez hogy van? Na ne! Ó, na, akkor viszont megvan az, amit bekapolyott, hogy jobb esetült a kiesni a pályáról. Na, ez is megvan, Frankó. Most Frankó kiesni a pályáról, faszd. Most már ez is van. Ezt nem hiszem el. Na jó. Ígérem, most már skippelni fogom a nézéket, a jeleneteket, tehát... Nem kell. Ezek akarnak üzéred nekem a bandatok, hogy nagyon mindegy, három mexikói kertész, basszus. Nyugi. Egy gyárépületben? Vagy gyárkomplexum jellegű helyen? Hát miért ők is találkozhatnak itt, nem tudod? Így átadják a kaktuszokat egymásnak. Illegális Doriftosz. Fussunk. Mert a futás az jó. Jó, most már nincs vese, innentől már kevesebb lesz a közelharc. Ez gyors volt. Na már csak ez egy van hátra. Kétitek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miből van ennek a feje amúgy? Valaki árulja már el! Na végre! 16-ot kellett belőni a jó számot. A tárad 3/4-t beleéreztetted. Hát ez... Na jó, nem tudom miből van az a hockey maszk, de az nekem is kell. Esküszöm, ha ilyen maszk lett volna arról, izé Ferenc Ferdinándon vagy izé Kennedyn, akkor más lenne a világ. Numberland. Így van, Feri. Numberland. Na és akkor most jöhet az, hogy na, most mi lesz, Bagos? Minden. Háborús érlős miatt a fémlott a helyében. Persze, izé, Big Boss. Mondjuk abból izé. Nem konkrét fémlott jött ki a fejéből. Itt viszont azt nézem, hogy na végre megérkezett. Többen ő is megérkezett. Jöttek ezt, hogy a Pankrátorra gondolsz a Big Boss menre. És ez is. MGS-ből a Big Boss. És még... Na tehát itt van... Itt volt 2, 3... Valahol itt lesz egy negyedik.
3, 4, 2, 5. 1-1-2-1-1-1. És akkor lesz még egy pár ilyen, ott jönnek. Na, megint kikezdődhet a... Bunyos pityuk. Igen, de a harmadikat X-re vettem volna. Igen. Valás, mit szólnál az, hogyha itt bejelentenék, hogy jönne ennek a játéknak a folytatása, mondjuk Las Vegasban, vagy nem tudom hol kéne ugyanezeket a szarságokat csinálni, nagyvárosban. Először szóljanak a Daninak, tehát, hogy... Én jobban tudok le... Akkor bárki hozzáadhatja a sajátját. A Dávid, neked meg egy izét kéne csinálni. Bármint, hogy nem neked kéne személyesen a játékot megalkotni, hanem hogy a te részedre csinálnák egy Action 52 folytatást. Támogatnám. Mi? Azt Action 4? Nem már! És láttátok, hogy ki volt írva, hogy ide kellett menni? Láttatok valami jelzés, hogy ide kellett menni? Nem. Nem, mert becsuktam egyszer a szememet. Jesus! Dead end. Hát maga ez a játék dead end. I'm not in the devil's hand. I'm looking for a fella named Barnes. My uncle Mac sent me. Mac Markham from Dead End. He knows him. Why should I believe your story? Szeretlen kívül amúgy mindenkinek kapott. What the fuck? I got a race coming up. Ja, mindenkinek ilyen óriás keze van. My name's Jake. Amúgy szerintem ebből a játékból viszont ezt a kettőt majd ki kéne klippelni, ezt az épületen átmenést meg a... Ma utólag megcsináljuk. Igen, majd utólag ezeket a... Ez a nyugdíjas horgász egyébként. Ennyi? Kicsit dumáltak és ső. Én nem ismerem ezt a Venus hostage-et. Én ismerem. Ismerem azt hiszem. Megint motorozás. Töké, az első találtam a Mobi Games-re elvisz, úgyhogy... Winrace. Plusz 18-as, de vannak benne ilyen logikai feladványok, ilyen dizé FPS jelvű valami. 18 pluszos poszt, nem poszt, a Portál 2. Az igen, micsoda szex jelenetek vannak ebbe is. Á, megint figyeltétek, mi volt ott? Na jó van. Jó. Ez a játék folyamat produkálja magát, mind állat. Ja. Lehet, hogy ezeket direkt tették bele, mert amúgy többen is mondtátok, hogy mennyire unalmas egyébként a játék, mennyire bele lehet unni. Mert azért csinál ezeket a hülyeségét, és időnként felhívja magára a figyelmet, hogy ezért csinál tovább, hogy na, vajon milyen hülyeség lesz a következő pályán? De amúgy tényleg, bug hát, hát. Tényleg, tehát ez tényleg egy ilyen Freddy D-féle sorozatba borzasztóan beleillene. Nem is a sztoriáért csinálod meg, hogy még jobban megismerd a játékot, hanem minél több ökörséget lássál benne. Ebben megint de... mi volt? Meg milyen izé... Hogy tapad ez az izébe? Tehát... De tényleg a játékot már csak ezt tartja a életben, hogy... Csak ezért tudod végigvinni. Igen. Ja, komolyan onnan megfordult a fejembe, hogy direkt ezért csinálták ilyenre. Tehát hogy lehet, hogy ez egy ilyen teszt egyébként. Egy ilyen szociális teszt, hogy olyan az emberek így, ha nekiállnak ezzel játszani és látják ezeket az idióta hibákat benne, akkor vajon mit csinálnak, hogy képesek-e tovább játszani csak ezért, vagy ez is idegen hagyja őket. Ó, és kezdhetem új. Ne, tényleg meg kell... Nem á. Azt meg kell nyerni, igen. Levénye meg... Cast joke. Meg a... Szegény ember Just Cause-a. Az. Az. Azt engem hogy föl tudod húzni, te jó isten. Üvöltöttem azzal a játékkal. A Just Cause-a? Hát igen. Azzal én is. Orra hagyjon meg. Többszörösen is. Igen, akkor van az a... Bármikor valamilyen erőműhöz, vagy mi a szarhoz kell eljutni. Igen. És így 78 millióan jönnek, és egyszerűen nem tudsz velük mit kezdeni, és olyan szinte fölkúrt a játék.
hogy ott elkezdtem vele üvöltözni, majd letöröltem a picsába, és azóta csak a polcon hever a lemez egyébként. Azóta se vettem elő, pedig ez már legalább 3-4 éve. Hát nekem majd lehet, hogy adok neki esélyét, mert amúgy tök jó, hogy minden, meg itt a másodentitásom is játszott vele, és ő nagyon élvezte érdekes módon. Mi az a másodentitás? A dezsíre. Jaj ne! Kösvére. Az a megfogalmazás, Istenem! Hát most valahogy meg kellett mondanom. Mi valamiért a... nekem elsőre leesett. De pik ezek az irányítások meg. Nem azt tetszik, hogy a játék az automatikusan értékeli az összes ugratást meg minden hülyeséget, és akkor a... Mit tudom, lehetetlen helyen ugrasz egy, mit tudom én, egy... két láb magasat és elszintű. Még mit vársz, hogy 1500 lábra elugrasz a semmiből, hogy mi a szar? És olyan furán van megcsinálva. Egyelőre nem látom, hogy sehol. Még megnyerheted. Jó, akkor meg is nyertük, na. Még megnyerheted. I won! Your winner, Balázs. Mert aki kitalálta azt, hogy az R-rel lehet fékezni, az egy idióta. Szeretni csomagok, tényleg. Az R-rel? Igen. Tudod, R mint fék. Jake-nek itt kell tudnom megcsinálni azt, hogy oda megy az öreghez, így a... azért benzintamba benyomja azt a cigit, és viszontlátásra neki is, meg az öregnek is, és a játék vége. Milyen motorverseny, vagy pedig ezeket is kikjön itt. Ajaj, megint női karakterek vannak, ezt tudjátok mit jelent? Figyelj, az a szőrös ősemberrel összefekszik, akkor te már egy költemény leszel neki. Egyébként ez biztos egy verseny, mert ugye kellett a... Hello. Igen, verseny, hogy egy gyorsabb motorért jött, mentél oda, vagy gyorsabb motor miatt mentél oda az emberhez. Ha figyelted volna a sztórit. Tehát ki figyeli ezt a rit? Igen, pontosan. Ennyi. Igen, egyetlen dologban reménykedek, hogy azért nem a mozgó motoron fogod a csajokat megkúrni, tehát ez egy kicsit nehéz lesz mondjuk. Jó, hát figyelj, hogyha át lehet bugolni, meg össze-vissza irányítás van, meg... Várjál, kihúzom, mert jön egy kanyar, várjál. Igen. De amúgy is erre a játékra mit lehet mondani? Tehát ami pozitív. Szara, hogy van. Úgy szara, hogy van, meg egy síkú, ilyen egydimenziós fos szar a sztori, tehát komolyan mondom ezeket ez a egydimenziós másik írták. Már mindjárt átmegyünk izébe, azt figyeljétek, már mindjárt átmegyünk. Már ródres lesz. Gyerek. Figyelj a dinamitokra, Balázs. Mert ha nem figyelsz, akkor kirobbanulja még van lesz részed. Igen. Lesznek kukuk. Ez a pálya is bomba, sikert. Meg a játék maga. Ó, kaptál 44 forintot. Hát, mit is várunk az Eutechnics-től, köszönjük nekik meg. Nem hiába. Jaj, ajaj, már megint jön egy Michael Bay jelenet. Megszökik. Szökör. Az milyen kanyarvétel volt? Nem tudom, tehát... Ilyen ütközős. Az ilyen nem létező íveket használt. A kamera látvány miatt, az igen, azt figyeljétek meg, megint. Mi a franc? Nem azért mondom, de ott zuhanás közben kb. 6-szor le kellett volna esed a motorról, annyi mindennek ütköztél neki. Mi a franc? Feri, nem lehet, hogy ez egy legenda? Figyelj, vidéken minden lehetséges. Meg azt ugye, gyakorlatilag mennyi? Tehát látni, hogy miért ő semmi, de ő még mindig megy, tehát, hogy miből nem van ő, tehát... Nem emberből az. Mi a franc? Nézzétek már! Idegen. Belelőtt az ember 1.050.012 golyót. Ezt így kiszámoltad? Igen. Balázs a nagy matematikus kiszámoltad. És hosszámolta ki. És értitek, már megint az van, hogy el fog tűnni. Balázs, matematikusnak tetszik lenni. Hoppá. Az igen. Tűnik gondolom, ha megint. Ott valami felszakadt.
Hát, hogy Dávid, azt hogyan kanyarodott be? Az nagyon szép volt. Ja, Dávid, lehet, hogy nem is nevetsz igazából, nem felröhögsz, hanem ilyen raktapasztott izé, bőrfotelről letépsz, vagy valami. Ja. Megint a... Utolsó esély. Lőjed ám. Lőjed, bármilyen. Aj, bebugolt. Vagy leesett. Jó, jó, mert az beakadt. Azt éljétek már, hát... Officially dead. What? Most meg üldözték, hát, vagy mi van? Ez V-nél is volt ez a probléma. Na, is előjött ez a bug, úgyhogy most hát... Most vársz. Valakinél meg megy a felépet. Megyél ékrébe! Nem veszek ki ékrémet. Szólj anyádnak, hozzon pénzt! Most mi állt magát? Balázs, két dolgot tudsz csinálni. Ebben az esetben. Egy, vársz tovább, hogy visszajön a karakter. Kettő, restart. Az elejétől megint restart, nem áll. Hát a checkpontom. Hát de... nem... nincs itt checkpoint. És hol volt a checkpoint? A elején vagy? Mit tudom én, hogy hol volt. Szerintem a... ezért után... a... Michael Bay jelenet után biztos. Hát annyi, hogy most ugye be van akadva az ellenfél, tehát látszott rajta, tehát most a játék úgy érzékel, hogy még mindig él valószínűleg, csak még meg kell előzni egyszer téged. A másik lehetőség meg az, hogy mindjárt kiírja, hogy izé failed. Fajled. Vagy kifagy a játék. Na hát az lenne leg... Vagy pedig magát. Klasszikus idézve a játék kérni fogja a kódnak a telepítő CD-jét, mi? Igen. De várjatok már, ez... mint a lövések... Lőne. Lőnek. Lő a lövés? De tényleg valami sziklázik. Igen. Lő a semmi. Lő a semmi. Hát egyszer a pálya csak el fog fogyni. Igen. Tényleg akkor mi lesz? Lehagyod a betöltést. Szerintem, hogy lehet, hogy végtelen loop van itt. Kér vagy jól minden. Hát Feri, én már csak után nem csodálkoznék ezen. És pont nincs itt a Izzy, a nagy, másik nagy szakértő, a Dragon Rider, hogy mondja, hogy ilyenkor mi a krákom. Lehet azt mondja, hogy töröd le a játékot. Igen. Ja. Ez a legjobb tanács, mondjuk. És milyen jól mondja. De már csak tudjátok, hogy mi lenne jó, hogyha egyszer csak itt tényleg azért halnak, mert azt érzékeli, hogy lő. Igaz, hogy sehol nincs. De lő. Fordulni nem lehet? Nem. Nem. 10.000 coin. Az. Ezt nem hiszem el! Ez igen. Ne már! What the hell? A közeledben, a másik megyében volt ez az ember, ne szórakozzál már! És mikor lett megkötözve? What? Magic. Why did the devil's hand kill my brother? And why are they trying to kill me? Ezt nem hiszem el. By who? Ez a játék. And why? Meglepetéseket okoz. It was pretty boy. He tells us what to do. Who's pretty boy? Akkor parádi. Amikor azt hiszed, hogy már életed során már így minden bugot lettál, akkor szembe jön ez a játék. Igen, jön a right to hell, és azt mondja, hogy fogd meg a söröm. Meg amúgy én azon csodálkozom, hogy még a játék legelején ennyi bug nem volt. Csak egy pár darab. Amúgy nem tudom, van olyan jelenet, ahol Jake barátunknak nem lóg a cigi a szájából kifele? Nem a cigi, akkor meg más lóg. Úha! Az ott kellemetlen lesz. A gyilkosság. Szétszakító élmény. És ott volt egy középső új. És még a játék is beint, bazd meg. Stílusosan beintett neked a játék. Na akkor megint itt vagyunk. Meg kéne keresni a izét, hogy vásároljunk valamit, mert szerintem most már tele vagyunk lóvéval. Add a drogokat, aztán kapsz pénzt. Ja, azt nézem azt, hogy...
Viszont az eszembe, hogy te ennyit dohányzik Jake barátunk, akkor mi lesz a játék vége, hogy amúgy nagyon fasza meg minden, tehát egy végzett, hogy pörög az amerikai zászló, az igen. Egy, minden fasza, tehát hogy... Igen, hogy véget ért a küldetés, minden hazamehet békésen él, de két év múlva halott, mert amúgy tüdőtranszplantáció lett volna szüksége, de nem találtak időben megfelelő donort. Igen. Mert egyébként eldohányozta a tüdejét. Egy tüdőrákos lett. Rák, rák, tüdőrák. Nincs tüdő, nincs rák. Nincs probléma. A halaknak a legjobb. Ott levegő sincs akkor. Ja, kopoltyúrákok. Remék, nem. Ilyekkora hülyeséget légy, ne hír. Rimester. Nem az, hogy remake. Remaster. Én büszke vagyok Ferire. Én adnám. Nem tudok vásárolni. Balázsra nem tudsz elmenni. Ki is írj, wrong way te. Ó, de kár. Én arra nem enged. Egyébként szerintem, hogyha mit tudom én, egy lenne kurva sok pénz, meg minden, szó szerint, akkor le... King Dick. Nézzük, mik vannak itt. King Dick. Lássa. King Dick, jó van. Te bugyi amúgy? Igen. Igen. Mert én nézé az itt csajos fejlesztőből kinézem, hogyha látnak benne pénzt, akkor ebből izé lesz. Valami remake-et csinálnak. Könyörgök, ne. Nem. Please, és rosszabb lesz ennél is. Azért az erős. Okay, Unity-ben megcsinálják, és now, természetesen... Mindegyik ugyanígy néz ki amúgy, tehát... Igen. De várjál, mondjuk egyébként most jut eszembe a játék, ez nem Unreal Engine? De, Unreal Engine. Hát akkor Unreal-be kell még egyszer megcsinálni. De tudod, hogy rendkívül optimalizálatlan legyen, tehát hogy a legújabb gépeken is diavetítés legyen. Igen. Hát ez egyértelmű, ez ilyen alapkövetelmény. Nem, Unity-be kell megcsinálni, az Arch Enemy-be. Azt nézzétek be! De imádom egyébként, hogy őt is így nyakon lőtted, és utána nézelődik, hogy honnan lőttek? Jól hallom, hogy meglőttek. Target escaping. Persze, mert azt a gépéset kéne követned. De ő hol van? Gyógypedagógus. Meg JP. Ja. Amúgy nem tudom, hogy hol van. De nem mutatja valami nyillal, hogy ki az, akit követni kéne. Szerintem motorral kéne követned egyébként, tehát ezt a két űrgét leütöd, és akkor motorral. Mondjuk az is jó ötlet. Már amúgy szerintem az volt az, aki ott elkanyarodott jobbra, nem? Vagy az a másik motorra kéne menni? Hát lehet. Azért van ott szerintem az a motor, igen. De eddig mindig a motorra. Úristen, egyszer van nyitva egy ajtó. Jé, egy nyitott ajtó. Jé, egy nyitott ajtó, tényleg. Tehát gyorsan le kell, utána pedig most csak lássam, hogy ki a franc az, aki... Aha, tényleg is ott van. Jó, akkor... Akkor ne is foglalkozz ezekkel. De... Bármely, mert akkor meg nem... Akkor meg tudjátok, az lesz a baja. De nem lehet felülni na a jó motorra. Van. Nem lehet felülni a motorra. Az volt az, aki ott, amikor bejöttél a játékba, akkor ott elfutott jobbra. Akkor tényleg arra kell menni a nyitott ajtó fele. Azt mondom, hogy nem kell foglalkozni ezzel a két idiótával, hanem egyből mész utána. Nem is kell a sarokig menni, Balázs, ott rögtön be lehet futni, mert van egy ilyen nyílás a kerítésen. Ja, nem foglalkozz ezzel a két nagy darabbal, fussál. Azonnal mennyi utána. Látod, ott be is fut. Szerintem a két mamlasz az már be is akadt valahova. Elszóltam. És itt már több mamlasz van. Aj, már direkt izé...
Igen. Jó irányba jössz, úgyhogy... Igen, mert amúgy... Ezek le kell fightolni. Igen. Menj oda a kék jelhez, azt ott üssed ki őket. Aha, és akkor most mutatja, igen, hogy erre kell menni. Eddig játék, miért nem tudtad mutatni? Hát direkt azért, hogy fájtolja. Lépjél az ajtóval interakcióba. Igen. Csak ott várt az ott várt az ajtó túloldalán. Meg amúgy körbe-körbe fut a hülyéje, tehát... Igen. Fogjuk a várost. Megkerültük a negyedet. Körbe-körbe fut a rugó. Igen. Egy konnektor, két konnektor, három konnektor. Balra. Jaj, persze, hogy izé, persze, te hiányoztál. Mik az? Hát, várj csak! Egy nem bír váltani, és jön még egy. Fajt, szépen! Szomszédok beat'em up. Az. Látom, mit csinálják, hogy Linda a szomszédok. Ajjaj, Jake, az beindult. Ha mert hogyha üvöltözöl, akkor több erőt fejtesz ki. Igen. Én azt gondolom, hogy a szomszédok beat'em up... Szomszédok beat'em up, az hogy néznek itt? Egy Taki bácsinak a taxiával elütsz valakit? Etus süti ki ezeket a kerámiákat, hogy égeti ki a kerámiákat, azt az dobálja az ellenfeleinek. Igen. Én Martin 3000-nek voltam, hogy nagyon jó ötlete, hogy szomszédok RPG. Na, ez lenne még jó, igen. Most meg így hova tűnt? Nem lehet itt erre tovább menni. Lehet visszafele? Igen, amikor azt hiszed, hogy... Igen, ez kell. Kis volt az hatékonyabb mindenre. Ja, visszafele kell menni. Amit ugye van az a... De ott ha nem lehet arra menni, ott akkor valószínű. Ez a fanmade játék a Full House nevű sorozatból. Akkor pedig valahol itt lehet menni, csak... Ott a kerítésnél egyáltalán nincsen interakció gomb. Nem itt, a másik részénél. Keresem az interakció, itt vágolási lehetőség van. Nem. Mi szar? Hát, esetleg fölmászni valahova. Nem, ebben a játékban nincs mászás. Értitek, egy játék, amiben nem lehet ugrani, és nem lehet mászni. Ez tök jó, nem lehet benne ugrani. Jaj, megtaláltam. Aha, itt volt egy elbújóskázat. Jó van. Nem már! Édes Istenem. Eddig nem lehetett volna azt a elnyestőjön. És látod, ilyen rendes volt, mert addig megvárt engem. Kész. Igen, mert úgy gondolkodik mindig az ilyen ellenfél, hogy á, úgy se jön ott át, á, nem fogja ezt tudni megtenni, bubaz, ő megtalálta. Oké, eddig futott most meg ott elkezdett sétálni. Igen. Elkezd sétálni, bazd. És ugyanonnan, olyan, az igen, ilyen érdekes kar, ugyanonnan indultak, ahonnan elkezdtétek. Költséghatékony térkép. Most nem lehet ledölni? Most mi van? Ne, és most eszébe jutott, hogy futték el! Egy fogyatékos! Az igen, Ferinek most ez a süvegi és kutya Punishers of Pasar DLC. Törzsd be! Jaj, ne is van, megint innen kezdünk, de már! Aj, de már! De rossz! Ez, Feri, az mi lenne egyébként, hogy a kutya úr az állandóan a színházi sztoriai vagy hogy milyen főügyelő volt, és abba hal meg az ember az unalomba? Mert úgy mindig ezt csinálja a sorozatban, és de tököm ki van már ettől a karaktertől.
szopa csapé. Az. Reaktiválódjál már, nem igaz. És én beat up-en, akkor ugyanúgy lehetne így ilyen speciális támadást így gyűjteni ilyen erőt, és a sümegének az ülen, hogy szól a vócs, és kiereszteni a hangját, és abba halna meg mindenki. Na, de rendes vagy, megint megvártál, jó van. De mi volt ott előbb? Miért haltam meg? De... Adjál már! Majd nézzük, mert lehet, hogy valamit kimarad. De ez nagyon jó, hogy itt nincsen amúgy checkpoint, meg semmi. Igen. Arra? Ne arra. Elmentél már mellette, Balázs. Ja, tényleg itt le. Ja, és itt megint izé, akkor bulizni kell, jó van. Fekete lett a kapu? Igen. Az nagyon szép. Útkörbe lefestették, tudod. Ja. Ó, oh, rage mód! Nem. De! De, neked ez a... Azzal csak az idő megy el. Igen. A mi volt? Mekkora töpült? Az igen. És a kamera is belerenged. Jó, mert megint megvárt, igen. Meg letértetek. Most kell nézni, mi a helyzet. Megint megáll. Ja, rohadt. Na. Ja, megvan, hogy mi van. Itt, na. Nem kell lelőni, bakker. De akkor mi? Nem szabad lelőni. Ez hát mennyi utána? Ez úgy működik szerintem, mint az elején Noirban, hogy rá kell célozni. Még betöltődik a csík, és figyelmeztető lövést adsz le. Na ott is írják, hogy aim your gun to intimidate him. Még jön kettő. Anna a kretén magazinban volt Dallas képregény, meg belekiverték a szomszédokat, meg a Terminátort. Az érdekes, hogy azt a hármat így kombinálni. Elkezdődően vágási Feri Dallasban, hogy ott meg nem tudom... Ott a helyi kisebbség ott is megveri. Vagy ő veri meg őket. Mindenki egymást. Meg saját magát. Vagy csak azért megy ki vágási Feri, hogy szerezzen egy kis pénzt, hogy ott is beszállhasson az internetbe. Janka négyét kéne még egyébként egy ilyenbe választani. Piás üvegető örnészét az emberek. Jaj, na tessék Dávid, örülj neki! Attok fejét! Igazi ősörednek feje van. Igen. Az. Amit számomra az tök vicces, hogy közterületen csak így a hátán cipeli az M1-es garantot. Aha, figyelj, látod, ez ilyen átlagos dolog, figyelj. Amerikában ezt a találkozott Texasban, pláne. Texasban azért vernek meg, ha nincs ilyen. Tehát akkor úgy van, hogy... Csak rá kell célozni. Célozz rád, ne lőj. Aha, tehát a... Where do I find King Dick? Oké. Okay. Well, sir, he owns that there Buckaroo in San Alfonso. Az. Strip club? Yes, uh-huh. Time to say hello to the ladies. No. Ez az! No. Persze megint digi-dugi-dugi. Na, megint striptease, meg szex. Hát... Digi-digi-dugi. Ennek is mekkora keze van, és mekkora távbérszélő. Igen. Lopát kezek, bazd meg, azért ez már nagyon jó. Csernobil. Nem lennék. Ebben a városkában nem lennék nő, tehát egyrészt mindig megúrnának, meg másrészt milyen nőgyászok lehetnek itt. Ja.
Ez biztos. Barlangász kezekkel. Na. Mondom, mindenkinek annyira elnagyolt karja van. Hehe. Miha? Ez igen. Elbaszta az izé volánbusz. Rescue Suzy, jó van, akkor de... ez tényleg az az, hogy megint meg kell menteni. De komolyan mondom, ezek a, ez a fej, ami neki van. Ezek az animációk, igen. Megnézném, hogy a... ha az interakcióval skálázni lehetne az animációkat, akkor vajon mennyire lenne durva. Meg... Mint az F1-ben, amit mikor néztünk. Na hát igen. Meg a másik amúgy azt figyeljétek, hogy ahhoz képest, hogy megy a robbanás. Tehát szerintem az egész világon nincs ennyi robbanás. Hát rendezte Michael Bay. Ezt bírtam volna, hogy a rendőrök is ahelyett, hogy elkezdték volna üldözni, puszit dobtak volna neki. Az igen, milyen kemény már. Nagyon kemény. Na fel is megkigyezt, hogy mekkora az a telefon. Ja, megint az irányítás, de nem lehet irányítani! Aztán micsoda doristó volt te. Nem lehet irányítani, tehát sok esetben nem tudod. Ha megpördül egy kicsit, onnantól kezdve irányíthatatlanná válik ez az egész. De meg a másik! Érti ezt valaki, ezt a logikát? Azt nem. Mert megint hozzáért a hajszálam és... De mi a szar? És szerintem itt... Jó, kezdhetem a... Itt már kezdheted előre. Nem tudom, hogy a chaten mennyire azért szabad linket berakni. De... Lehet. Dávid, ezt a videót, ezt kifejezetten neked ajánlom. Ha már említetted, hogy izé... Az igen, és a semmitől... És a semmitől... Manjálnád. És a semmitől felrobbantam. What? A játékos tudja, hogy nem fogsz már beérni időbe, úgyhogy felrobbant. Na Morgan, pontosan az ilyen videókra gondoltam, igen. Annyira jó, amikor szét vannak torzulva az arcok. Igen, igen. Gyönyörű. Az elejétől kell kezdeni, hát persze, persze, ahogy Bison mondaná. És neki megyek, és miért kell újra így? Hát ezt nem hiszem el. Miért van az, hogy neki megyek, akkor... Az alkalmazás váratlan leállt. Ide, szerintem Feri, ez most nekem egy megkönnyebbülés lenne. A Windows 11 kikapja azt egészet. Szerencsétlen rendőröket csak így ki kell nyírni. Ez aztán még föl is áll. Ja. Ágaskodik. Egyébként Balázs, a csúszást kezd meg jóval előrébb, lehet, hogy az a baj ám. Aj, ilyen számoltam! Látod? Ocs. Mondjuk az a kamera bazd meg, hogy így hirtelen egy eltávolodik a frontban. És tényleg igazad van. De ennek mi értelme van? De most... Semmi. Mert meg ráadásul direkt nekem is jött. Kérdés, hogy odaérsz a időbe, mert hát...
Mi a mocsakú? Ja, mert ott ugratni kell, igen. Az igen. És elindulsz visszafele, az igen. Azt is jóval korábban kezd meg a csúszást. Jó, hát jó, ezt felrobbanok, de... Nem. Akkor, akkor előbb tényleg a semmitől robbantam fel. Ennyi. A cutscene-eket. Menjél már. Na, térjük a lényegre. A játéknak olyan kedve van, akkor felrobban. Ja. Így. Pozitív dolgok a játékban. Ki lehet belőle lépni? Le is lehet törölni. Igaz. Na, amúgy Balázs, szerintem próbáljál majd néha fékezni is. Az erre lehet fékezni, szerinted az mennyire kivitelezhető egy VASD-ben? Simán. Hát elnyúlsz oda a mutató ujjadba. És a kézifék meg nem működik? Motoron? Igen. Itt a fucking zsérnyalkok. Ezt nem tudod elnyomni, ezt a jelenetet? Nem. Kár. Nem tudom, hogy ilyen semmi a helyzet. Örülnék egyszer, ha bevagulna a játék, és akkor nem két zsérnyák lenne, hanem 255. Az vicces is lenne, mondjuk az vicces lenne. Egy bögyös kurva szágoldozna melletted. Lenne egy olyan sajtésom, hogy abból récskvitt lenne. Ugye rendőrökön száguldozna a motor. De... Az megint... Értitek? Hogy megdobtam az meg? De értitek? Hogy a basatok egy szaltót a motorra. Anya, kiugrok az ablakon. Jaj, nehezed, nem ugorjál ki. De most megint táborról kezdtem neki. Még távolabbról kezdtem. Ó, ne felejts majd el ott ugratni. Azért pofátlan. Az igen, és még milyen jó helyre spannolt. Fred meg nem tud vezetni egyre. Teszem vissza, mert... Scooby-Doo-ba. Kaci. Hány cutscene-ből áll az, az egész? Igen. Úgy bírtam volna, hogy itt az a csajit dobja a puszit meg minden, és őt basszál utána a busz. Kész viszontlátásra. Megjött az Ikarus. Miért kell az, hogy neki megyek, és... Egyébként a Ride to Hell-ben másfél órányi cutscene van. Kis mozi bazeg. Nem, lehet pausézni, jó van. Meg a motorok felrobbannak maguktól. Ez a legjobb dolog. Ez dolog ezért. Akkor is a rajta üsz? Igazából már csak az az egy furcsa van, hogy az... Megpróbálom nagyon szépen... Úristen, most ezt talán meg tudtam csinálni. Gyerünk Balázs, küldöm az energiát. Az igen. De, de mi áh! Felszettél egy kártyát Wayne Rooney-val a... Na. Hogy hogyan a picsába tudnak ezek közlekedni ezek az autók? Annyi útakadály van. Hát itt biztos nem egyszerű bejárni, dolgozni reggelente.
Azt tuti. Főni, bocsánat, késni fogok egy órát, miért? Mert előttem robbant fel egy kamion, basszalak. Ja. Felrobbant előttem egy kamion, tömegverekedésben volt. Nézd, mindjárt azok, mert a... Megtámadta az utat. A hippi úgy látom a ajtót szeret. Igen. Hát? Megállítom, persze csak azok megdúlva. Suzy, teste baszva lesz. Hát az biztos. Ezen százalék. Get the fuck back here! Jaj, most a csajra üldözik? Igen. Miért tűnt úgy nekem, mint hogy a Jake hátába lődne? Nekem, hogy nem vagy egyedül. De amúgy a kamera, a kamera nézett már megint ocsmány, tehát... korrigálni kell. Fegyvercsöve az gyakorlatilag átmegy a Jake modelljén. Zseniális. Ja, aztán egyszer csak hülyetlenül ő... megy a játék, és jaj, Jack, jaj, téged lőttelek fejbe. Ez igen, visszarepültünk, de ennyi volt. Nice. Azon csodálkozom, hogy egyébként az NPC-ből meg legalább le tudja lőni a másikat. Hát, ez ennyi volt. Mm-hmm. Ah, szép volt. Na, és akkor mi fog következni? Digi dugi. Remélem ott helyben. Digi digi dugi. Hol máshol, hallod? Lent ott a porba. Elmaradt a digi dugi. Na, még ilyen. Sure. Vagy akkor ez a másik szőkével lesz. Vagy... never mind. I gotta do this while we talk. Jó, mutatták azt a walkie-talkie-t, csak nem az is szerepet kap ebben a jelenetben. Igen. I hear you're looking for King Dick. I don't know where he is, but... minden egységnek, megtaláltuk a G-pontot, vége! You picked a good day. He's on a royal drug tour. The king likes to oversee his business. Az elmegy úgy fej. Mint akinek ellopták bazd meg a túróruliát, hogy én nem tudom. Egész túró, Rudi. Az, hogy tényleg, hogy egy csaj táncol előtte gyakorlatilag egy bugyi választja el a legszebb örömtől a világon, és úgy nézi gyakorlatilag ezt az egészet, mint hogyha egy unalmas stalker közvetítést nézne. Amúgy, ja. Mint hogy nézni, hogy vasárnap is üző sporthírek, melyik kikapott a Fradi? Ó, a kurva anyját. Ja. Tényleg a nagyon fejet válik. K-point activated over. Na, a bulian. Egyértelmű. És csak nálam kezdett el szagotozni. Nálam is. És nem lehet csak izét választani, botot meg a... Ajjaj. Balázs dobálgatja a frémeket? Ajjaj, Balázs, Balázs. Nem áll, nálam nem, nálam nem. Pedig itt nem diabetítés van. Hát itt a streamben diabetítés van, igen. Várjál, mert nálam is se... Nem, most már helyreállt. Ez egy dolog, de nálunk nem igazán. Húha, mi a fene? Nem mondod, hogy ezért kezd szétesni megint. De. Túl terhelődött a Twitch. A Twitch sem bírja már ezt. Ja, most nem tudok kilépni, de... Igen, mert már Twitch is úgy gondolt, hogy figyelte a streaminket, azt mondja, nézd már ezt a bazalt arcú hülye fazont itt. Táncolnak előtte. Táncolnak előtte azt, hogy semmi reakció. Ó, szarjuk ezt a streamiket. De valamit kezdjél már magad, de hát nem igaz. Hát kezdjé. És így nem állapot. Really
De miért nem csinál... Nem igaz, állandóan mindent hárítna végre. Miért csöngöldettem ki magam csomba? Na várjatok, most elkezdem poszogni nálam, azt jelzi, hogy jó. Nálatok hogy megy? Szarul, de büszkén. Igen, szarul. Torrentet kikapcsoltad? Mit? Torrentet lekapcsoltad? Lőd le a pina.hu-t. Igen, a 4K-s kecske pornót nem most kell leszedni. Hát nem, Balázs más örömök. Fele kacsingat. Szeret olyan videókat nézni, amiben két jó megtermett ember cipel egy bárzongorát. Na, mit csináljál már? Nem igaz, nem csinál semmit. Hát nem igaz. Hát valamit kezdjél már magaddal, te idióta. Ez mennyire specifikus por ez már, mert nem azért. Ugye? Én nagyon durva. Na, és akkor... Nem tudom, hogy... Hogy nézzem meg, mert mondom, nem a stream lesz folyamatos stíl. És kódoló túlterhelést nem ír? Nem. Várjál, most adod be valami piros jelzést. Na. Performance settings. Editor context menu. Performance edition be kéne kapcsolnom valahol. De hol? Igen. Editor context menu, de az hol van? Nem tudom. Némé? A francban van. A francban nincs. A mély víz addig. Ja. Az. Na most és már, mennyire mély? Most már elkezdte ugye sírkálni amúgy tényleg a dolgokat. Na. 100% framevesztés meg ilyenek. Most, az igen. Most kezdt el, ja. Nézd meg, nem elmegy a háttérbe valami a feladatkezelőben. Nem, ilyen semmi extra nem megy. Ami nagyon magas, az a izét írja, a... Streamlabs-e írja, hogy nagyon-nagyon magas. Az energiafogyasztása. Hát, mondjuk az egyértelmű. %60 írta, jó ég. Próbálkozom közben.